Az iraki és levantai iszlám állam ugye napjainknak az egyik ilyen, mondjuk úgy terrorista márka neve. És gyakorlatilag ugye az előadásnak fotót szoktak választani, ugye én azt választottam, hogy a fegyelem szabadság nélkül zsarnokság, a szabadság fegyelem nélkül káosz. Na hát ez most Szíriában meg Irakban teljes mértékben látható. Gyakorlatilag ugye a partalan szabadság keretében ugye mindenféle fegyveres csoportok grasszálnak, és azok közül csak az egyik az ISIL vagy az ISIS, ugye az attól függően, hogy irak és levantai iszlám államnak, vagy irak és szíriai iszlám államnak nevezi éppen magát. És gyakorlatilag minden a diktátorokkal kezdődött. Egy olyan 20-25 évvel ezelőtt, ha bárki azt mondta volna, hogy Hafez al-Assad szíriája, Ugye lehet látni, hogy 29 évig vezette az országot. Itt is ő látható a repülőgép szárnyában, vagy a légierő tábornokából lett örökös elnök. Vagy Saddam Hussein irakja, vagy Muammar el-Kaddafi Líbiája egyszer bedől és káosz lesz. Azt nagyon nehezen lehetett volna elhinni, mert ezek voltak az arab világnak a legstabilabb diktatúrái, ahol a legnagyobb volt a rend. Ugye minden diktatúra esetén a nagy kérdés az utódlás. Ugye apáról fiúra történő utódlás mind a három helyen elő volt mondjuk úgy készítve, de csak Szíriában jött össze, viszont vasárra asszad nem rendelkezik sem a papa karizmatikus személyiségével, sem pedig a könyörtelenségével, mert 73-ban volt egy felkelés Assad apuka ellen, ő a városát szó szerint eltörölte a földszínéről. Na most onnantól kezdve mindenki tudta, hogy mihez kell magát tartani. Ugye Saddam Hussein a saját kurdja ellen is bevetett vegyi fegyvert, ha arról van szó az irak-iráni háborút. Ugye a második képen már amerikai fogságban, nem sokkal a 2006-os kivégzés előtt. Illetve hogy a Molmerrel Kaddafit sem a szívjósága miatt szerettük. Ugye egyebek mellett a Lakerbi géprobbantás, több terrortámadás is fűződik a nevéhez. Ugyanakkor volt egy közös tulajdonságuk, működő államot tudtak fenntartani. Ugye államnak nagyon sok feladata van, az első számú, hogy működjön. A működés az azt jelenti, hogy van áram, van víz a csapban, van egészségügyi ellátás, van áru a boltokban, van közbiztonság. Lehet, hogy nem volt teljes politikai szabadság, de működő államok voltak, és egyébként most megtartanánk egy szavazást akármelyik országban három közül, hogy mikor volt jobb akkor, amikor az a csúnya ronda diktatúra volt, vagy most nem hinném, hogy a mostra szavazna a lakosság többsége. Ugyanis a harmadik világ legtöbb országában, pláne az arab világban olyan, hogy demokrácia nincs. Azt se tudják mi az. Nem úgy működnek. Ugye ezt kívülről ráerőltetni, amivel egyébként főleg az amerikaiak próbálkoztak, hogy az ő ideájuk ez a demokrácia export, ez körülbelül olyan, mintha én most megsimogatnám most, és azt mondanám, hogy milyen marha jó lenne az Antarktiszon is termeszteni. Nyilván igen, csak nincsenek meg hozzá a feltételek. Az arab világ, a harmadik világzöme az nem érett a demokráciára, már mi egyáltalán van bele, hogy Európának mennyi idő volt megszülni. Tehát elkezdődik a polgárosodással, ugye a 1300-as évektől kezdve, amikor kialakulnak a városok, és létrejönnek a szabad városok. És ugye a polgári forradalmak sorra, kezdve az angol polgári forradalom, vagy kezdve akár a német-alföldi szabadságharccal, egészen mondjuk a 48-49-es forradalmi hullámig, több száz éves intervallum volt. Ezt három-négy év alatt átlépni nem lehet. Tehát a demokrácia nem exportálható, azt az adott társadalomnak magának kell kiizzadnia, kiszenvednie magából. És ugye így el is érkeztünk a változások egyik legkomolyabb problémájához, hogy valahány rendszerbe dőlt, mindig az iszlám szélsőségesek erősödtek meg. Ugye az első ilyen igazán ismert iszlám alapú, úgynevezett fundamentalista, terrorista mozgalom az al Alkaida volt. Jelenleg a legismertebb ilyen csoport ez az Irak és szíriai, vagy iraki és levantai iszlám állam. Ugye annyiban mások ők, ugye úgynevezett új típusú terroristák, mitől új típusú a terrorista, vagy a régi típusú terrorista is van. A régi típusú terrorista, szétnézve a közönségben, van olyan, aki tudja, hogy 60 70-es években Európában is rengeteg terrorista mozgalom volt aktív, például a Vörös Hadsereg frakció, vagy a Vörös Brigádok, vagy az IRA, vagy az Euskázi Tászkataszón, az még néha most is dolgozik. Ugye ezeknek az volt a jellemző, hogy ezek partnerek tekintették a másik felet. tejtettek tárgyaltak, tűzszüneteket fogadtak el, béketárgyalásokat ejtettek meg. Az iszlám az a döbbenet, hogy nem tekinti partnernek a másik felet, egyszerűen meg akarja semmisíteni. Tehát ott nincs egyezkedés, ott el akarja pusztítani a másik felet, tehát teljes és fizikai megsemmisítésre törekszik. És ugye elérkeztünk az iszlám államhoz. Állam-e az iszlám állam? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Hogy óriási vita van, hogy állam-e. Hát ugye zászlaja van, ugye színben rendkívül gazdag, címere is van, szintén gyönyörű korán idézetekkel itt azért már egy kicsit több színben tündököl, útlevele is van, személyigazolványa is van, tehát rendelkezik bizonyos állami jellemzőkkel, sőt területe is van, ugye ez folyamatosan változik ugye a harcoknak tekintetően, de ugye az a szürke terület középen az az iszlám állam fennhatóság alatt áll, sőt most már sajnos Líbiában is ugye több helyen megjelent az iszlám állam, ugye Szírt városa az övék, és ugye innen megy a legnagyobb migráció Európában, az egyik főbevételi forrás az embercsempészet ezen a részen, sőt egyébként a térképnek fent Afrikát, ha megnézzük, egy icipici pici piros folt látszik Nigériában és az a Boko Haram által terület, uralt terület, az is bejelentette a csatlakozását. Tehát, mert Nigériában is megjelenik az iszlám állam, és Európában is, ugye a párizsi merényletek után, ugye a elkövetések helyszíne, ugye a párizsnak a stratégiai fontosságú helyén, ugye a Sydney Operaház francia színekre világítva. És a legdöbbentesebb az volt, hogy ugye a Mollenbeck negyedből szervezték az egészet, ami a pici és békésnek itt Belgiumnak egyébként a fővárosában található, negyedmillió muszlim él ott, a rendőrség be sem mer menni. Tehát ugye ez egy alternatív társadalom, ami nagy, nagyon úgy olybá tűnik, hogy így futószalagon termeli a terroristákat legalábbis arányaiban. És ugye nagy kérdés, hogy ezek a pici piros pöttyök hogy a fenébe dacolhatnak az egész világgal, mert ugye a kékek az a, az USA vezette koalíció, aki az iszlám állam ellen harcol, a zöldek azok, akik az iszlám állam ellen harcolnak, de nem az USA vezette koalíció tagjaként, és ha ránézünk, úgy nagyon nehezen jön össze, hogy, hogy az Istenben az egész világ nem tud legyőzni pár tízezer fanatikust. Majd megpróbálom azt, az előadást úgy felépíteni, hogy a végén kiderül, hogy miért nem olyan egyszerű ezt megtenni hadserege is van az iszlám államnak. Ugye kortól függően, és a kiképzést az függően, ugye 25 ezer főnek szoktuk nevezni a kemény magot, de a meghódított területek törzsi harcosával együtt ez 125 ezer fő is lehet összehasonlításképpen. A Magyar Honvédség hivatalosan 25 ezer fő, gyakorlatilag 20, levesszük a kiszolgáló intézményeket, meg mindent, harcos állomány 10. Tehát Mondjuk a magyar honvédséggel összevetve azért létszámában egy jóval nagyobb haderőről van szó. Sőt, kormánya is van. Ugye Abu Bakr al-Baghdadi, Abu Kalifa, ugye felvette ugye a hivatalosan mindig az abbaszida kalifáknak a fekete ruhájában jelenik meg. Ugye az abbaszida kalifátus idején volt a legerősebb az arab birodalom, tehát ezzel is jogalapot formálva azokra a területekre. Hozzá kell tenni, nem tudjuk pontosan, hogy néz ki a vezetés, mondjuk a szervezeti és működési utasításokat nem láttuk, alapító alapítókiratot sem. Tehát ahány nemzetközi forrás annyiféleképpen épül fel, az biztos, hogy valószínűleg van egy iraki, meg egy szíriai ág, ugye ők a két helyettes, Abu Ali al-Ambari és Abu Muslim al-Turkmani, egyben az egyik a katonai parancsnak, a másik pedig a logisztikai főnök, tehát ugye összefüggnek a feladatok, de akár így is nézhet ki, tehát nem tudjuk egy-két vezetőt tudunk, de a pontos működést nem tudjuk, hiszen egy ez elég zárt közösség. És ugye az egész új típusú terrorizmus történet az ugye 2001. szeptember 11-én veszik kezdetét, ekkor ugye az Alkaida, a World Trade Center két ikertornyát rombolja a repülőgépekkel, illetve valami eltalálja a pentagon biztos, hogy nem repülőgép. Valószínűleg egyébként maguk az amerikaiak lőtték meg egy elkószát rakétával, Ugye hivatalosan az volt a legjobb duma, hogy felpattan, na most azért már másnap készültek légi felvételek a Pentagonról, és az repülőgép nem kacsázik, ha lezuhan, tehát azért az elég nehezen elképzelhető. És ugye ennek következtében ugye az Egyesült Államok, hát nem tudok máskodt fogalmazni, szétcseszi az egész közel-keleti térséget. Ugye két háborút kezd az USA, rögtön azzal kezdik, hogy hadat üzelnek a terrorizmusnak, ugye a War Against Terrorism, War on terrorizmus. Egy baj van, háborút a terrorizmussal nem lehet vívni, mert háborút államok vívnak egymással, és olyan állam, hogy terrorizmus olyan nincs. Ugye az amerikaiak nemzetközi jogilag is rosszul építik fel ezt a problémát, viszont ugye ettől bemennek 2001. októberében Afganisztánba, mai napig ott van az Amerika Egyesült Államok, meg mi is, ugye beviszi magával a nato -t, és 2003-tól 2011-ig ott vannak Irakban, most a két háború összes költsége az a elképesztő mennyiségű pénz. Ugye tokkal vonóval csak a katonai kiadások 1640 milliárd dollárba kerültek 2015. augusztusáig. Na most összehasonlításképpen a Magyar Honvédség védelmi költségvetése egy évre egy, azaz egy milliárd dollár sincs. Hivatalosan egy, valóságban inkább olyan 900 millió, tehát nem egy milliárd és csak úgy arányait tekintve ennyi 1 milliárd dollár, 12 raklap 100 dolláros. Tehát ez az eszeveszett mennyiségű pénz. A járólékos és egyéb kiadásokkal együtt 4 milliárd dollár költött az Amerikai Egyesült Államok csak Irakra meg Afganisztánra. Az egyik oka annak, hogy miért nem akar most visszamenni Irakba, meg Szíriába, hogy elfogyott a kedv. Tehát még egyszer 4000 milliárdot, akkor, amikor az amerikai államadóság, ugye a nemzeti összterméke az Egyesült Államoknak, ugye 15.500 milliárd dollár, az államadóság 13.000 milliárd dollár, ebből Kína finanszíroz 10.000 milliárdot, tehát a legnagyobb riválisunk, a legnagyobb hitelezőnk, még egyszer 4000 milliárdot az amerikaiak nem akarnak elkölteni. Semmi kedvük visszamenni, és más egyéb negatív tapasztalatok alapján sincs kedvük ezt meglépni. Ugye miért az arab világ? Ugye ez a népesedéssel függ össze, az arab világ államai ilyen népességbumban vannak, nem annyira durva a helyzet, mint Fekete Afrikában. A Fekete Afrika országai, bocsánat, Szubszaharai Afrika, az nem olyan rasszista, tehát Szubszaharai Afrika országai azok, Nál az átlag életkor 15 és 17 év között van. Ugye a Bezzeg ország egyike az Niger, ahol az átlag életkor 14,8 év, a lakosság fele fiatalabb, mint 14 éves, vagy épp hogy betöltötte a 14-et, és a lányok átlagosan 15 évesen szülnek először. Az arab világban az átlag életkor 22-23 év, de még mindig lehet látni a korfán nagyon fiatalok, és ugye ez a réteg a 20 és 30 év közötti csinálta az arab tavaszt. Esélyük nincs elhelyezkedni. Nincs jövőképük, az oktatás ezekben az országokban katasztrofális. Egy példa, a világ legnagyobb olajtermelője Szaudarábia. Szaudarábiában csak olajipari szakmunkásokat, meg olajipari mérnököket nem képeznek. Aki ezt a munkát végzi, a mérnök az általában európai, japán vagy amerikai, a szakmunkás, meg pakisztáni, bangladesi, indiai, vagy indonéz, vagy fülöpszigeteki, de mind muszlim. De helyiek nem. Ugye ebből adódóan, és ugye az összes korfa ilyen, az iraki szintén piramis, a szír, az kevésbé piramis, de mindegyik ilyen nagyon gyorsan növekvő. És ugye az áldiktatórikus rendszernek köszönhetően nagyon kötöttek a karrierpályák. Aki ben van a branchba, az előtt volt lehetőség, aki nem, az választatott, hogy vagy elvegetál valahogy, vagy csatlakozik valami lázadó csoporthoz, és ő jó esélye a családostól meghal, vagy pedig kivándorol, már előtte is nagy mennyiségű migránst adott ez a térség, de akkor még legalább működtek az országok. És összehasonlításképpen így néz ki a magyar korfa. Magyarországon az átlag életkor 41 év. És amíg Nigerben a 15 év körül a lányok már szülnek, Magyarországon 31 évesen szülnek átlagosan a nők. Ez még mindig alacsonyabb, mint a német, ahol 36, vagy a japán, ahol 37. Összehasonlításképpen egy mondjuk 31 éves magyar nőnek Sanszos, hogy még nincs is gyereke. Egyet vagy kettőt tervez. Egy 31 éves nigerinek 80 és van 10 unokája. Tehát ebből ered a népesedési dinamizmusbeli különbség. Ugye ez az egyik oka a migrációnak, ez a döbbenetes népesség robbanás. És ugye látszik a tipikus európai korfáknak a rákfené, hogy fogyunk. Folyamatosan csökken a legtöbb európai ország népessége. Ugye ez az arab világ, és ezt az arab világot érintette többé-kevésbé az arab tavasz, ami gyakorlatilag az információs technika forradalmának volt köszönhető. A diktatúrák azért működnek jól, ameddig működnek, mert totálisan uralták a kommunikációt. Na most ez, amíg csak napilapokat, tévéadókat, meg rádióadókat kellett ellenőrizni, addig működött. De onnantól kezdve, hogy az okostelefonok, meg a blackberry meg a vezetékes internet mellett a műholdas internet is megjelent, nem lehetett ellenőrizni az információt, és nem lehetett uralni a kommunikációt. Az arab tavasz gyakorlatilag ilyen flash mobokból kezdődött. Tehát fiatalok okos telefonokon pillanatok alatt tömeggyűléseket tudtak összehívni, és a reakció szinte mindenütt ugyanaz volt. Egy-két kicsit keményebb képet raktam be, rögtön belelődtek a tömegbe. Most volt ahhoz elég, volt, volt, ahol a tömeg fegyver, felfegyverkezett, és visszalőtt. Ugye az egész térség lángba borult, ugye a hatszor bukott kormány, ebből mondjuk Egyiptomban, meg Jemenben kétszer, illetve Tunéziában, meg Líbiában, ez lenne a kisebbik probléma. Négy helyen a mai napig zajlik a polgárháború, ugye Szíriában, Irakban, Líbiában és Jemenben. Nyolc országban valamit úgymond mérséklődött a kormányzati politika. Most a valamitra a kedvenc például a arábia Szaud van például szavazati jogot kaptak a nők is. Ez rendkívül dicséretes, csak szaud soha nem volt még választás. Meg nem is lesz. Király diktatúra van. Tehát ez jól hangzik, hogy mérséklődött a kormányzati politika. Most már nők is szavazhatnak, de nincs szavazás, semmilyen választás nincsen. A négy helyen fegyveres erővel csapják szét a tömeget. Ugye Iránt meg Izraelt is érinti, Izraelben nyilván a palesztin kisebbség lázongott. Négy helyen minimális változások voltak, és egy helyen a korábbi liberális rendszer lehet nyílt király diktatúra lépett be. Ez az ő belsőjük. Globálisan mi változik? Először is, ugye közel 3-400 halottja van az esemény nem tudjuk mennyi pontosan. Ennek a döntő többsége Szíriában, Irakban olyan 40-50 ezer jön még ez, tehát lehet látni, hogy Irakban, Szíriában van az áldozatok többsége. Jemenben olyan 10-15 ezer halottja van eddig a polgárháborúnak. Ugye a nyugat számára nagyon kedves, szimpatikus diktátor bácsik sorra rendre eltűntek. Itt nem Saddam Husseinre gondolok elsősorban, hanem például Ben Alira, ugye Tunéziának, a, talán az iszlámvilág, de mindenképpen az arab világ legeurópai országának a vezető, vagy Hosni Mubarakra, Egyiptomból. De egyébként Hafez Assaddal is ki lehetett jönni, és 2001. szeptember 11 után Kadafi látványosan megjavult. Ugye rögtön fizetett lakkábi áldozatainak, és nem mellesleg az összes kőolaj meg földgáz mezőit odatta a nyugatiaknak koncesszióban, mert a sajátjukat mégse bombázák szét. Tehát Kadafi azért nagy túlélő volt. Ugye ami nagyon fontos, hogy mindenhol az iszlám radikalizmus, tehát az Al-Qaeda és egyéb ilyen szervezetek törtek előre, ugye megragadták a hatalmi vákumot, és az energetikai probléma, hogy itt van a világon hagyományos technológiával kitermelhető kő- és földgázkészleteknek a 60%-a. Legkevésbé az amerikaiakat érinti ez, meg az európaiakat, ugye Európa elsősorban az oroszoktól vásárol, viszont Japán, dél korea Kína, meg India 90%-ban a Perzsöből térségéből importál. Tehát ez elsősorban az ő energiállátásukat fenyegeti. Biztonsági szempontból inkább minket, ugye felborult teljesen a térség katonai egyensúlya. Ugye szanaszét hordják a hadseregek fegyverkészleteit Szíriában, Líbiában, Egyiptomban is ez lett volna, hogyha nincs Mohamed el-Sisi tábornak, nem csinál egy katonai pucsot és helyre nem állítja a rendet. Zsúnya dolog a diktatúra, de a diktatúra működő államot tud garantálni szemben a demokrácia kísérletekkel. Ugye a turisták elmaradtak, én nem is értem miért. Ugye Tunéziában is támadtak meg hoteleket, Egyiptomban is támadtak meg turistákat, tehát ez egy tipikus technikája a terroristáknak, hogy az államot gyengíteni kell. Úgy gyengítem a legkönnyebben az államot, hogy szinte mindenhol, de főleg Egyiptomban, Tunéziában, de Szíriában is, vagy Jordániában a turizmus, az egyik legfőbb bevételi forrás. Meg kell néhány turistát, a többi meg nem jön. És ezzel ugye a kormányzatot gyengítem. Tehát nem maga a turista a célpont, ő csak, hogy szépen fogalmazok, járulékos károkozás. A célpont az állam. Csak itt a legkönnyebb neki jártani. És tömeges migrációt indít elsősorban Európa felé. Ugye ez az, amit mi érzékelünk ebből a konfliktusból. Nagyon röviden látni kell a térség történelmét. Hogy miért nem beszélhetünk olyanról, hogy szír nemzet tudat, egyiptomi nemzet tudat, bármilyen nemzet tudat, mert soha nem léteztek ezek az országok. Ugye itt mindig nagy birodalmi entitások voltak, ugye kezdve Egyiptommal, Sumérral, Akáddal, aztán később ugye az Asszírokkal, a Kassitákkal, a Kaldeusokkal, aztán, hogy az első birodalom, az egész térséget egységesít, ugye a Perzsa birodalom, az alhameida, birodalom, aztán ugye jön a Makedón birodalom Nagy Sándorral, az ő halála után ugye az utódhadvezérek, hadvezérek, a diadokkoszok felosztják a térséget, ugye Ptolemaios, hogy Egyiptomot kapja, Szeleukosz, Antigonosz, Monoptalamosz, az egyszemű, tehát így felosztják egymás között a birodalmat, majd ugye pár száz éves létezés után ezeket az államokat meg a római birodalom zabálja meg, ugye ő terjeszkedik el ki erre a területre, a Roma bukása után jön ugye a kelet-római birodalom, aztán jön az iszlám. Ugye az arab birodalom az, ami ezt az egész területet elfoglalja. Az arabok mindig azt mondják, mert az iszlám hogy rohadt keresztesek terjeszkednek. Ők a keresztény világtól foglalták el ezt a területet. Tehát a történelem az mindig van, hogy valaki valakitől elvesz valamit. És ugye amikor ők foglalták le az jogos és igazságos volt, amikor majd ugye a keresztény Európa próbálja visszafódítani, az egy olyan nagyon gonosz dolog volt. És ugye ez olyan hülye érvényszer szül, hogy amikor 79-ben a Szovjetunió bevonult Afganisztánba, az iszlám világban az volt a Duma, hogy a Szovjetunió keresztes háborút indított Afganisztán ellen. Na most a Szovjetunió meg a keresztény vallás azért, mint tudjuk, azért nem voltak annyira barátok, hogy ezt azért így teljes mélységgel el le lehetett volna szögezni. Ugye, ha már említettük, hogy egy rövid ideig a keresztények, hát 200 évig kísérleteznek a visszafoglalással, ez körülbelül arra, hogy meggyengül az arab birodalom a keresztes háborúk idején, és jön az arab birodalom helyett az oszmán török birodalom, ami ugye megint az egész térséget észak-afrikai partvidékkel együtt magából olvasztja, és ugye ez az, amire hivatkozva az iszlám állam az összes muszlim terület feletti ellenőrzés követe, hiszen ugye Abu Bakr al-Bagdadi az a kalifa, Ugye a kalifa pedig az iszlám világnak a vallási, katonai és politikai vezetője egy szemében. Most ahol egyszer az iszlám világ volt az úr, az az iszlám földje. Van egy tágabb értelmezés, mert szerint ahol van mecset, az is az iszlám földje. Ebből a szempontból az egész világ aggódhat. Ugye a és rögtön mondta a törököknek, ők nagyon szívesen, de a németeknek ők nagyon szívesen segítenek, minden száz migráns után építenek egy mecsetet. Most az csak az idén ezer mecset lenne. Szaudiak ezt meg is építenék, csak onnantól kezdve azért érdekesen néznek ki Németország. Majd ugye megindul a térségnek az európai gyarmatosítás, és ekkor születnek a térségben az igazi államok, amiket ma ismerünk. De ezeket nem a népességi, vallás és egyéb viszonyok alapján mérték ki, hanem a nagyhatalmak körzővel vonalzó, hogy ránézzünk a térképre, ilyen derékszögű határok, meg hosszú egyenes határok, ezt a nagyhatalmak osztogatják szét, Ugye főleg az első világháború alatt, amikor ugye a török birodalom már csak az arab félszigetre terjed ki, 1916-ban születik a sykes picot egyezménnyel a térség, ez egy titkos megállapodás a brit és a francia diplomácia között, elosztják egymás között a török birodalmat. Ezt ugye az első világháború idején két békeszerződésben véglegesítik, ugye a fontosabbik a 23-as szévré, ezt már Mustafa Kemálat a türkel kötik, ugye akkor születik meg a francia zónából Szíria meg, Libanon, a brit zónából pedig Irak, akkori nevén Transjordánia, ugye a mostani Jordánia, illetve Palesztína, a mai nevén Izrael. De ezeket a határokat mesterségesen vonják meg, nem követik sem az etnikai, sem a vallási viszonyokat, ugye vegyesen élnek ezekben a térségekben, síták meg szuníták, Európában is egyébként. Ugye ha csak Szíriára nézünk, lehet látni, hogy szunita arabok, síta arabok, szunita kurdok, síta kurdok, arab keresztények, turkomán keresztények, síta turkománok, szunita turkománok, drúzok, abból is keresztény, síta, szunita, káldeus, ami szintén keresztény, csak máshogy, és még kisebb európai szorványok is. Tehát elképesztő vegyesen élnek ebben a térségben, nyelvileg is, nem mellesleg, Ugye csak Szíriára bontva, vagy csak Irakra bontva lehet látni, hogy itt nincs igazán többség. Mindig valamelyik népcsoport vagy vallási irányzat szerezte meg a hatalmat, és abszolút diktatúrikus eszközökkel igyekezett azt megtartani. És ugye a probléma az, hogy mind Irakban, mind Szíriában nagyon sokáig a kisebbség uralkodott. Ugye Szíriát nagyon sokáig az alaviták vezették, hogy ez a sita muszlim irányzatnak egy radikálisabb ágazata. A lakosság 20%-a vezette a maradék 80-at, aki többé-kevésbé jogfosztott helyzetben élt. Hasonló volt a helyzet Irakban, ahol a lakosságnak kb. 30%-át kitevő szunita arabok vezették a maradék 70%-ot, ugye a síta arabokat, kb. 60%, illetve a 10 10-15%-ni kurdot, akik egyébként vegyesen síták és szuníták, inkább szuníták egyébként a kurdot. És ne hagyjuk ki a kurdokat, ami ugye nem csak Iraknak, meg Szíriának a probléma, leginkább Törökországnak. Ugye a kurdok a világ legnagyobb olyan népe, akiknek nincs saját országuk. 40-50 millióan vannak, nincs olyan állom, hogy Kurdisztán, illetve van, csak azt nem meri senki elismerni, mert a törökök azonnal bevonulnának. Ugye a Törökországban él a kurd népességnek közelfele, az 20 millió fő, vagy 25. Nem tudjuk törököknél, ugyanis nincsen hogy kurd, ők csak hegyi törökökről szoktak egyáltalán beszélni. Tehát el se ismerik a népcsoport létezését. És ugye a térség tele van háborúkkal. Ugye az arab-izraeli háborúkban Szíria meg Irak is érintett egyébként, ugye az első arab-izraeli háborúban Irak is és Szíria is külcsapatokat, ugye ez az úgynevezett függetlenségi háború. A második az Egyiptom meg Izrael külön bulia, meg hát ugye a britek meg a franciák is ott vannak 56-ban, és ugye ehhez csatlakozik a mi 56-unk is, ezért szoktuk Budapestó az IKEA konfliktusnak nevezni, nem csak mi, a világtörténelem és így vonult be. Ugye 67-ben a, 67 a hatnapos háborúban Izrael bestiálisan megveri az arab államokat, ugye Szíriát is, és megint Irak is beavatkozik, és ugye 73-ban megint Izrael győzelmet arat Szíria ellen, és Irak megint küld csapatokat, majd a 82-ben az első kisiklás, egy egyhetesre tervezett háború, az fél évig tart, ez az ötödik arab-izraeli háború. Azért, mert Izrael most először nem reguláris hadsereg ellen harcol, hanem gerillák ellen. Ugye a palesztinai felszabadítási szervezet a PFS ellen harcol, és kiderül, hogy a regulája, azóta rengeteg szel, hogy a reguláris hadseregek nagyon nem tudnak mit csinálni a gerillákkal. A gerilla ugye is maga a nép. Csak akkor gerilla, amikor a kezében van az AK, mert amúgy békés járók elő. Sőt, ha kezében van az AK, akkor is békés járók elő, mert ott a Kalasnyikov az olyan, mint itt a mobiltelefon. Tehát az a hétköznapi léthez elengedhetetlen. Mondjuk úgy felszerelés. Ugye Iraknak megvoltak a saját háború, ugye 90-ben lerohanja Kuwaitot, csúnya kap. Ugye az amerikaiak a sivatagi vihar hadműveletben megsemmisítik az arab világ legerősebb hadseregét. Ugye előtte Irak 8 éven keresztül döntetlenre kihoz egy háborút, a nálánál háromszor népesebb Iránnal, ugye 80 88-ig. Ugye az amerikai technológiai fölényt azt az úgynevezett halálútja is jelző, az amerikai légierő illetve a csatarepülőgép, illetve a hadsereg harci helikopterei gyakorlatilag úgy lövik szét az irakiakat, hogy esélyük sincs. Ugye iraki részről 100 ezer halott van, a szövetségesek kevesebb, mint 250 halottat veszítenek. Tehát ez nagyjából jelzi azt a technológiai szakadékot, ami az arab világ meg a nyugati világ között volt. És 2003-ban még ennél is gyorsabb az amerikai siker, mert ugye 91-ben kellett hozzá két és fél hónap, hogy megsemmisítsék az iraki hadsereget. 2003-ban az iraki hadsereg még ott sem volt, mint 91-ben, az amerikaiak meg minden technikát egy generációval korszerűbbre cseréltek. 2003-ban az amerikaiak meg a britek menetből foglalják el Irakot. Ugye olyan gyors az összeomlás, hogy az iraki kommunikációs miniszter, fenn van a Youtube-on, meg lehet nézni, még azt mondja, és visszaverjük az amerikaiakat, és megsemmisítjük őket, és a háttérben eldől a szobor mert az amerikaiak harckocsival lerángatták a hatalmas nagy Saddam szobrot a talapzatáról. És itt kezdődik a probléma, hogy a Liddell Hart, a modern hat tudománynak az egyik atya úristene, a stratégia című munkájában nagyon sok mindenről írt, és az egyik ilyen legendás aranyköpése az, hogy háborút minden hülye meg tudni nyerni, a békét kell megnyerni. És a béke az ott kezdődik, hogy működőképes államot kéne építeni. De keresztesként, gyűlölt idegenként, egy idegen kultúraból odaérkezettként, egy olyan közösségben, egy olyan közegben, ami gyűlöl minket, mert mások vagyunk. Tehát ez egy gyakorlatilag mission impossible volt. Erre az amerikaiaknak nyolc évbe telt, mire rádöbbentek. Ugye a háborúban volt 150 brit meg amerikai halottja a másfél hónapos, nem is volt másfél hónap, ugye a március 20-áról 21-ére viradóra kezdődött, és május 1 véget értek a műveletek. Kevesebb, mint 150 halott volt, és ennek egy része az úgynevezett baráti tűz volt, Friendly Fire téves azonosítás. Ugye volt is egy olyan vicc a briteknél, hogy what is the difference between an Iraqi and a British soldier? Oh, I don't know. Oh, welcome to the United States Air Forces. <laughs> Tehát mi a különbség az iraki meg a brit katonák között? Sajnos nem tudom, Isten hozott az amerikai légierőben. Az első 20 brit halottból 14-et az amerikaiak lőttek le a levegőből. Tehát viszont 150 fővel elfoglaltuk Irakot, és 5000 halott után vonultunk ki. A gerillákkal nem tudtak mit kezdeni az amerikaiak, és ez azért volt kellemetlen, mert ez a gerilla hadsereg szépen lassan átette magát Szíriába is. Tehát az iraki és levante iszlám állam az Irakban születik, lánykori nevén úgy hívták, hogy iraki alkaida. Ez a mozgalom alakult át, és itt megint az amerikaiak hibáztak egy nagyot, mert 2003-ban szétzavarják Saddamnak a hadseregét, meg a rendőrségét, hiszen ők szuníták. És ugye a hatalom a sítákhoz került, mert ők a lakosság 60%-a. Ez viszont azt jelentette, hogy több ezer katonatiszt, rendőrtiszt, közigazgatási szakember vált munkanélkülivé. Ők az alkaidának lettek a szürke állománya, a szakértelme, és most az iszlám államnak a szakértelme. Az iszlám állam vezetésének a többsége egykor tagja volt a Baszpártnak, ugye a Baszpárt vezette Szíriát meg Irakot, ugye a Baszpártnak a szíriai ága volt Assad mögött, az iraki ága Saddam mögött. Belőlük kerül ki az iszlám államnak az elitje. Nagyon egyszerűen azt mondja, hogy az iszlám állama mindenki véres kezű fanatikus, de akkor már rég megbuktak volna. Tehát egy nagyon jól képzett, több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember gárda az, aki a háttérből segíti az iszlám állam működését. Nem ők vannak a lefejezős videókon. Tehát ők abszolút háttérből kormányzati feladatokat látnak el. És ugye megint már volt erre tapasztalat. Ugye 2006-ban Izrael bevonult volna Libanonba, majd több hónap után kihozott egy kinkeserves döntetlen, nem Libanonnal szemben, hanem Hezbollahkal szemben, ugye az libanoni sítáknak a félkatonai szervezetével szemben, amely szétgerillázta a világ legerősebb hadseregét, az izraelit. Az izraeliek itt jöttek rá, hogy egy gerilla hadsereggel nagyon nem tudnak mit kezdeni, mert a csúcstechnika az akkor működik, ha látjuk az ellenséget. A gerilla meg akkor támad, amikor nem látjuk. A gerilla hadviselésnek az a lényege, hogy ha én elfoglalok egy országot, mindenhol ott kell lennem. Minden hidat védenem kell, minden piacot biztosítanom kell, védenem kell az iskolákat, mindent meg kell oltalmaznom. Ugye a modern társadalom rengeteg helyen sok-sok embert összevon. A gerillák ezeket támadják, vagy az őket őrző katonákat. Hiába van nagy hadseregem, ha mindent meg akarok védeni, akkor mindenhol kevés emberem lesz. És megint lidárhat mondta, hogy a terroristák, gerillák olyanok, mint a higany apró cseppecskékből pillanatok alatt összeállnak ott, ahol gyenge pont van, megtámadnak minket, mire magunkhoz térünk, ők már megint nincsenek sehol. Ugye ezt a tapasztalatot Izrael is nagyon nehezen szerezte meg, az amerikaiak is gyakorlatilag emiatt vonulnak ki 2011-ben dolguk végeztetlen Irakkal, és ugye Irakból, és ugye Szíriában is az volt a helyzet, hogy Assadé volt az egyik legerősebb hadsereg a térségben, de nem tudott mit kezdeni a saját felkelt népével. Mit csinál akkor egy állam, ha a létét fenyegeti valami? Ugye ugyanaz, mint egy élő lény, amikor a létét fenyegeti valami, ha végveszélyben vagyok, minden eszköz megengedett. Ugye 12-13-ban a szír kormánya a saját népe ellen vegyi fegyvert is bevetett. Több helyen. Ugye az egyik legnagyobb vegyi fegyver készlettel rendelkezett Szíria az arab világban, Ugye lehet látni, hogy 4-5 más források szerint akár 8-10 vegyi fegyver támadás is volt. Ugye a legdurvább az volt, amikor Damaszkus egyik külvárosában vetik be a vegyi fegyvert, több mint 1300 halottja volt. Ugye a idegmérgek azok kb. 8-10 másodperc alatt ölnek, de az addig nagyon fáj. Tehát pokoli kűnök között, de rendkívül gyorsan hatnak kettes számú kép ennél komolyabb nem lesz. Az áldozatok döntő többsége nő, gyerek és idős, idős ember, mert hát lakó negyed ellen vetették be. De ugye nem csak a vegyi fegyver pusztít, ugye mindenki lő mindenre. Ugye ahhoz Szíriában erős volt a rezsim, meg volt egy stabil támogatói bázisa az alaviták, hogy összeomoljon. Ahhoz meg nem elég, hogy az ország egész területét megtartsa. Tehát Szíria ilyen etnikai, vallási mozaikok alapján robbant fel, és ahány vallási és etnikai irányzat, annyi fegyveres frakció van az országban. Pontosítok több. A Leppót egy 80 fős, 80 szervezetből álló koalíció uralja. 81 setenként egymásra is háborúzó csoport, és ez csak egyetlen város Szírián belül. Ugye ezek a hétköznapok, ugye kilőtt harckocsik, és ugye ezt a káoszt, ami 11-től tartott, csak fokozta, hogy 11. decemberében az amerikaiak kivonulnak Irakból. Ugye elkészült egy amerikai menetrend, hogy úgy vonulunk Irakból, hogy közben felépítünk egy működőképes haderőt. Azt mondták, ez kell hat év. Mi történik? 2008-ban megválasztják Obamát, Obama azzal a kampányol, hogy azonnal kivonulunk Irakból. Mondja a katonáknak, azonnal kivonulunk. Katonák mondják, elnök úr, az azonnal az hat év. Nem, nem, ahogy lehet. Ez két évre rövidült viszont emiatt az iraki haderőt nem sikerült felkészíteni arra a feladatra, hogy fenntartsa a rendet. Tehát a, a választási kampányoknak megfelelően gyorsított kivonulás az lehetetlenné tette, hogy Irakban rendet hagyjanak maguk után az amerikaiak. Ugye amerikai oldalról érthető volt a dolog, ahogy csökkent a csapatok létszáma, úgy csökkentek a veszteségek, de ha megnézzük, ezzel egyenesen arányosan nőtt a polgári lakosságnak az áldozat ennek a száma, de az nem amerikai belpolitikai probléma, hogy mennyi iraki, katona, mennyi iraki katona meg civil hal meg, az hol érdekli az amerikai elnököt, mondhatjuk erre. És ugye azzal, hogy az amerikaiak kivonultak Irakból, azzal egy hatalmi vákum alakult ki Irakban. És ugye ez a két hatalmi vákum a szíriai, meg az iraki, az egy konfliktussá olvadt össze. Mert itt ugye igazából hatás sincsen. Ugye és a magára hagyott iraki haderő az nagyon nem volt arra alkalmas, hogy fenntartsa a rendet, és gyakorlatilag így az iszlám állam rendelkezik olyan képessége, most már egyre kevésbé, mert tudatosan elkezdték az úthálózatot bombázni, hogy hol Irakba, hol Szíriába dobálják a csapatait. Ugye gyakorlatilag az iszlám állam a szunita lakosságú területeket ellenőrzi, és hatalmas erőt tudott ából, ból B-be, ből oda vissza mozgatni. Tehát ahol éppen szorongatták, oda tudta a csapatait mozgatni. Mivel járt mindez, ugye eszeveszett menekült tömeget indít meg. Ugye a keresztények, a jazidik, a kurdok, a síták, az iszlám állam mindenkit megöl, aki nem szunita. Néha még a szunitákat is elindulnak, visznek magukkal mindent, Ugye első lépcsőben felkenődtek Törökországra. Ugye elképesztően van a menekültábor, ahol félmillió laknak. Megfelelő egészségügy és egyéb ellátás hiányában. Aztán megérkeznek ugye Európába is. Ugye itt a keletinél készült képek a nyáron. És ugye egy olyan térségből érkeznek, ahol mindenért torkot vágnak. És azt a szocializációt hozzák magukkal. Tehát ők nem azért viselkednek így, mert mi, ők otthon is így viselkednek, mert végveszélyből jönnek, és nem igazán tudnak aklimatizálódni azokhoz a viszonyokhoz, ami itt van nálunk. És először Magyarország döntött a kerítés mellett, de most már ugye eljutottunk oda, hogy mindenki építi. Jó, hát az osztákok csak kaput szárnyakkal, de hát ugye a kapu szárnyakkal az tulajdonképpen kerítés, ha másonnan nézzük. Ugye aki nem a szárazföldi úton jön, az jön hajón. Ugye mindenféle lélekvesztőbe bezsúfolják őket, ugye több százezer ember érkezik, és a végcél az Németország, ahol már egy millió migráns van. Ugye 120 ezeret akar ebből szétosztani az Európai Unió, de ide Magyarországnak ugye elvileg be kéne fogadni a 1300-at, de hogy tartjuk őket itt? Nem akarnak itt lenni. Arról nem is beszélünk, hogy mi se szeretnénk, ha itt lennének. Tehát ugye ez egy kétoldalú probléma. Felvetődik, hogy Merkel problémája az az egész, ugye ez a híres kép, amiben ugye a hagyományos iszlám fejfedő és a rejztág nem látszik a mecsetek. Jöttek volna Merkel nélkül is, ugye Merkel viszont Bianco meghívót adott nekik. Ugye a, hát ugye egyfelől ugye szennő vérke, másfelől a gonosz, hozzá kell tenni Merkel, Merkel zseniális karikatúra arany, tehát nekem az a kedvencem, amiben ugye sötét nagyiként, sötét nagyiként ábrázolják. Ugye maga az iszlám állam nagyon röviden, ugye ez Bin Ladenhez kötető jött létre, mint iraki alkaida. De ugye nagyon sokáig a 700 főnél nem volt több tagja, az amerikai megszállás nyitja ki a kaput a szervezet előtt, ugye szépen lassan elkezd átalakulni, az amerikaiak tudatosan vadásznak a vezetőkre, tehát Zarkavit egy vadászbombázó semmisíti meg, Manszrit egy mesterlövész lövi le, tehát az amerikaiak igyekeznek megölni mindig az aktuális vezetőt. Abu Bakr al bagdadi a mostani főnök, az legalább 8 merényletet, vagy hát ugye célzott likvidálást élt eddig túl. Ugye most ott tart a szervezet, ugye többszörű névváltoztatás után, hogy már 25 és 100 ezer közötti a harcos állománya, és rendes katonai műveleteket is végre tud hajtani. Tehát mert nem igazán terror szervezet, mert a terror szervezeteknek ilyen 4-5 fő sejtjei vannak és egy idegen állam területén működik. Az iszlám államnak saját területe, meg saját hadserege van, ugyanakkor megvannak a terrorsejtjei, ugye a célországokban, láz ugye a párizsi merényletet. Ugye a tavaly év végén nagyjából ezt a területet tartott ellenőrzés alatt, de ezt megint máshogy kell érteni, mint itt Magyarországon, mert igazából ez csak a főútvonalakra, meg a folyókra vonatkozik. Tudni, itt a területet nem érdemes ellenőrizni. Ugye látjuk a műveleti terület tulajdonképpen egy rohadt nagy sivatag. Tehát ezt nem kell ellenőrizni. Fölösleges. Ese kell. Meg ez se. Minek? Tehát itt mozogni nem lehet, itt még a dzsippek is elakadnak a futóhomokba. Amit ellenőrizni kell, ahol már zöldül valami, ahol van termőföld, meg víz. Ugye ezek az elsődleges stratégiai nyersanyagok, meg a kőolaj. Tehát gyakorlatilag azt kell elfoglalni, aminek értéke van, ahol laknak, ahol termőföld van, víz, vagy kőolaj, vagy foszfát, amit el lehet adni. Ez egyébként Damaszkusznak az egyik külvárosa meg a vizet főleg, úgy, amit említettem, mert a víz nélkül itt aztán tényleg nincsen élet. Ugye szintén damaszkuszi képek, az egy picit máshogy zöld a zöld, mint nálunk. A térségnek egyetlen normális része van, az, az Anatóliai magas föld, ott laknak a kurdok. Tehát ez is műveleti terület. Ugye a kurdok nem véletlenül védik ezt, mert itt minden van. Víz, termőföld, és ugye így lehet bejutni. Tehát az a szép ebben a területben, hogy ugye a sík területek felől maga a természet erődítette meg. Nem véletlenül hogy a kurd központi területekhez, 91 után Saddam Hussein sem fért hozzá. 91-től ugye van egy de facto autonóm kurd állam, az amerikaiak most velük akarják megveretni az iszlám államot. Tejjel-vajjal füröztik őket. Tehát ez a kurd egyik elit egység, felerészt, német felszerelés, még ugye AK-47-es, az bolond biztos, tehát az egyik legegyszerűbb automata fegyver. Nem mindegyik kurd ilyen, tehát van egy a 20-25 ezer fős, nagyon kiválóan felszerelt haderő, vegyes eredetű nehéz technikával, meg körülbelül 100 ezer milicista. De ők a saját hazájukat készek megvédeni. Ugye sorkatonaság volt Irakban, ki vannak képezve mindenre. És a probléma az, hogy így első blikre azért nagyon nehéz megmondani, hogy ki kicsoda. Tehát olyan komoly különbségek nincsenek, elképesztő mennyiségű fegyver mozog, és az iszlám állam egyben zseniális gazdasági vállalkozó is, mert az iszlám állam az olajra megy egyebek mellett. Ugye az olaj létesítményeket igyekszik elfoglalni, az iszlám állam éves jövedelmét 3 milliárd dollárra becsülik. Ennek a legnagyobb része, olyan 60 százaléka a fekete kőolaj kereskedelem. A kőolaj világpiaci ára most igen alacsonyan 60 dollár, Irakban viszont 50 cent kitermelni, és az iszlám állam 20 dollárért adja. A törökök megveszik, mint a cukrot. Meg egyébként a jordánok is, meg szinte mindenki, mert ez akkora üzlet, hogy ebben a kurtok is benne vannak, tehát ők is megveszik az iszlám államtól. Például olyan együttműködés is van, hogy az összes erőmű az a szír kormány területeken van, Rakkában, ugye ez az iszlám állam fővárosa, mégis van áram. A szír kormánynak adják az olajat, ő adja az áramot. Közben egyébként háborúznak is egymással. Tehát kicsit abszurd dolgok vannak ebben a történetben. Ugye a legveszélyesebb az az iszlám állam, hogy terjeszkedik sorra ajánlják fel a muszlim radikális szervezetek a csatlakozásukat. Ugye ez az úgynevezett alkaida jelenség. 2001 után az összes iszlám szélsőséges csoport rögtön bejelentette, hogy én az alkaida vagyok. Elkövetett valami alkaidás menéletet, legyen sok halott, lehetőleg sok civil, mert arra úrik a sajtó. Ugye a terrorizmusnak a legnagyobb szövetségese a média. Soha egy híradóban nem mondják be azt, hogy ma senki nem halt meg Magyarországon közlekedési balesetben. Az nem hír elégett, felrobbant, összeütközött, az hír. Ja, az emberek is erre a média meg ezt szállítja. A terrorizmusnak meg a média az a felület, amin keresztül ő a saját termékét, ami úgy hívunk, hogy félelem, terjeszti. Ja, az iszlám állam is így működik, és ugye egyre több ilyen félhülye vagy nagyon hülye az iszlám világban csatlakozik. Most fél, hozzá kell tenni, hogy mindig el szoktam mondani, az iszlám világot nem mossuk össze a terroristákkal. Nagyon nem lenne jó, ha 1,7 milliárd öngyilkos merélő rohangálna a Földön, mert akkor már rég nem élne senki. Az iszlám világ 99%-ából soha nem lesz terrorista. Na de a maradék 1% se kevés. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy nem minden muszlim terrorista, viszont szinte minden terrorista muszlim. 98%-át a nemzetközi terrorista menéletnek meriletteknek a világban, az egész világon együtt nézve, muszlimok követik el. És ugye ez például Egyiptomban arra mennek rá, szintén az iszlám állam, hogy a kopt keresztények 2000 éve ott élnek. Teljes békében éltek eddig együtt, elkezdik vadászni a keresztényeket. Elrabolják őket, kivégzik őket, Yeah, megfélemlítik őket, felgyújtják a templomokat, ne agyisten felgyújtanak egy mecsetet, akkor már is megvan a belháború, tehát ez egy tudatos, tudatos taktika. Ugye az iszlámvilágról tudni kell, hogy nagyon fiatalon kezükbe kapják a fegyvert, és ebből a szempontból Szíria különösen veszélyes, mert az volt a török birodalom fő rabszolgapiaca. A magyar területekről elrabolt rabszolgák egy része is oda került. Ez azt jelenti, hogy a szírek egy jelentős része szőkehajú, meg kék szemű. Tehát erről a kislányról sem mondaná senki, hogy arab. Tehát ők sokkal könnyebben el tudnak vegyülni, akár az európai közösségekben. Rengeteg lefejezős videó, nagyon jó a médiában az iszlám állam. Kiváló élességű felvételek. Egyszer az m ben mondtam is, hogy gyerekek, ti felvételetek nem olyan szép, mint ez. Szóval neki sokkal jobb a technikájuk. Mert ugye meg tudják fizetni a fekete jövedelmekből. Ja, azt elfelejtettem mondani, 60 a kőolaj, mi a többi? Adókat vetnek ki, inkább védelmi pénznek nevezném, nem ülünk meg benneteket, ha fizettek nekünk. Foszfátbányászat is van, gyapottermelés is van. Amit túl nagy műkincs, azt szétverjük, ami kicsi eladjuk a fekete piacon, és embereket is rablunk pénzért. Tehát az iszlám állam egy több lábon álló gazdasági vállalkozás. Ugye és az egyik legfontosabb felület a média. Bármilyen ki lehet végezni, ezt a bácsit egyébként dohányzásé fejezték le, a következő képet azért már nem mutattam meg. De van egy másik propaganda, ez a gondoskodó állam, ugye, hogy ez a jó állam. Kerteket locsolunk, utat újítunk fel, bevonulunk valahová, szórjuk két kézzel 20 meg 50 dollárosokat. Nem lehet mire költeni, mert üresek a boltok, de azért jó néz ki. Tehát egész más a fekvése. És ugye ellenzik a nyugatot, meg mindent, ami nyugati, de a toborzó kampányaik nagy része a YouTube-on megy. Oda töltik fel az összes videót, tehát zseniálisan élnek a modern technikákkal. Tizenéves, éves keresztény fiatalokat győznek meg, hogy csatlakozzanak, mert van egy igazodás. Ugye most már liberalizmus van, szabadság van, az iszlámnak meg keretei vannak, és van, akit ez vonz. Közel 200-ra becsülik azoknak a számát, akik Kanadából, Finnországból, Dániából úgy mennek az iszlám állam sorába harcolni, hogy nem arabok és nem muszlimok. Vonzó. Kell hozzá egy kis lökés, hogy az ember szeressen gyilkolászni, de vannak akiknek ez vonzó, ez a történet. És ugye nagyon sok tüntetés is van mellett, ugye a az önkéntesek, Franciaországból, a legtöbben Európából. Ugye Oroszország az más, mert onnan az ember ön, csecsenek, de azok meg harc is, hiszen ugye 94-96 és 99-2009-ig két gerilla háborút vívtak meg Oroszországgal szemben, meg hát az iszlámvilágból is. És ugye vannak olyan országok, például a Finnország teljes muszlim lakosságának az egy ezreléke elment az iszlám állam mellett harcolni. Ezért van az, hogy a finnek, meg egyébként a, a norvégok is annyira nem akarnak több migránst. Mert ugye náluk elég, és ugye ebbe az a döbbenet, ha megnézzük, Finnország, Írország, Ausztrália, Belgium, Dániát, ezek a leggazdagabb országok a világon. Csak ugye itt van az, hogy nekik van egy vallásuk, egy mondjuk úgy keretrendszerük, ezek a hülye európaiak meg nem hajlandók úgy élni. Tehát ugye ők máshogy vannak összerakva, mint mi. Tehát ha mi elmegyünk valova vendégségbe, akkor megköszönjük az ételt, és elfogadjuk a házigazdának, meg a családnak a szabályait. Az iszlám vendég meg úgy néz ki, hogy bemegy, az ágyat tegyétek át oda, az asztaltól oda, ez az étel szar, nekem ezt kell főzni. Tehát ők így viselkednek úgy általában, amikor megérkeznek, tehát egészen más, de ez hozzá kell tenni, az iszlám vendégjog is ilyen. Tehát a régi iszlám vendégjogban még az is benne volt, hogy a feleséget is oda kellett adni, ha a kedves vendégigény támasztott rá. Tehát egészen mások azok a tradíciók, amikben ők felnőttek, és az a baj, hogy ők a sajátjukat akarják ránk kényszeríteni, mi meg annyira nem vagyunk erre vevők okból. Tehát ugye ez az egyik legkomolyabb konfliktus jelenleg. És ugye a legnagyobb probléma egyébként nem az, hogy oda mentek, hanem az, hogy visszajönnek most már van, aki négy év ott gyilkolászik, és ebbe be lehet csömörleni, viszont aki négy év Szíria után hazamegy Európába, az bármiből össze tud rakni bombát, megveszi a mosóport, hozzáveszi a gázolajat, megveszi olyan elektronikus kütyüket, amiben megcsinálja hozzá a gyutacsot, és gyakorlatilag otthon 40 perc alatt összerak egy bombát. Ugye a Bataklánnál, meg a Párizsi támadásoknál ilyen gyakorlatilag otthon előállítható, egy óra alatt kész van bombákat használtak megveszi a csapágygolyót, azt még köré rakja, növeli a repeszhatást. Képzett végzett gyilkosok érkeznek vissza, és ugye a legnagyobb probléma az, hogy nyilván a bevándorlók, migránsok többsége az az őrület elő menekül, ami ott van. De óvatos beslés szerint minden ezredik közülük beépített terrorista. Na most az Németország esetén ezer ember. Hét ember megölt 130 embert Franciaországban. Most tessék elképzelni, hogy mire lesz képes ezer ember Németországban. Ha csak tízzel szorzom, már az tízezer halott. Ugye ez a nagy probléma a migrációnak, nem hajlandók együttműködni, ugye nem adtak új lenyomatot, elégették a papírjaikat, mindenki szír. Ugye maguk a németek mondják, hogy az érkezők szíreknek a fele biztos, hogy nem szír. Tehát már kell csak a szíreket hívta meg. Tehát ugye ebből egy csomó probléma már is adódik, Ugye a briteknél is rengeteg a visszatérő rossz fiú, és erre egészen egyszer az európai államok nincsenek berendezkedve, mert itt nem diktatúrák vannak. Tehát Assadnak volt a 23 milliós népességére egy 50 ezres titkos rendőrsége. Nagy-Britanniának a 62 millióra van hírszerzés, külső-belső hírszerzés és elhárítás, tehát James Bondék, ugye az MI6, meg az elhárítás az MI5, meg mind, tokkal vonóval 20 ezer ember a 63 millióra. Tehát egész más, hogy működünk. Ugye a legnagyobb fenyegetés, amit ezek a visszaáramlók jelentenek, hogy a nyitott társadalmainkat fogják egy kicsit zártabbá tenni. Mert ugye a fenyegetés hatására az amerikaiak is ugye meg kell védeni a szabadságot, meg kell védeni az életet, de a szabadságjogokat korlátozni kell, mert le kell hallgatni. Ugye a terroristát, ha utána kezelem, az nem jó, meg kell találni, még azelőtt meg kéne csípni, amelőtt támadás követel. És ez egy olyan dolog, hogy rengeteg elfogás van, ez be se jelentik, mert sérül a forrás. Ha megmondjuk, hogy elfogtuk őket, és ekkor meg ezért, akkor egyből fogják delíteni, ki fogják deríteni, hogy kiköpött, vagy hol eresztett a rendszer. Tehát amivel mi szembesülünk, az az, hogy néha van sikeres merélet. De ugye én olyan körökben mozlok, hogy csak a franciáknál nyolcat akadályoztak meg az elmúlt két évben, de százszázalékos védelem nincs és a nyolc sikert nem lehet kommunikálni, az egy kudarc, meg az egyből nemzetközi média keresztűzbe került. És ugye a első ilyen támadás, amit visszatérők hajtottak végre, az a Sáli-Ebdó elleni. Ott az volt a videó felvételen, érdemes látni, hogy tűzpárban mozogtak a testvérek, tehát komoly katonai kiképzést kaptak, és mert nem Franciaországban voltak katonák, így nem az iszlám államból jöttek vissza őket, a jemeni alkaidak képezte ki, Szerencsétlen rendőrnek esélye nem volt, mert az egyik lőtt, a másik mozgott. Tehát az egyik mindig fekve tartotta, amíg a másik olyan pozícióban nem került, hogy lelőhesse. Őket mind, ugye a Sáli Abdót megtámadókat, mind az iszlám államnak az egyébként regionális ellenfele a jemeni alkaida képezte ki. Tehát az a visszaszivárgás, az létező fenyegetés, miként egyébként ugye magukat a párizsi meréleteket is ilyen visszatérők, semmisítettek, hajtották végre. Ugye be se volna legálisan, mert többeket körözték. De ugye migránsként a tömegben elbújva be tudtak, vissza tudtak lépni az Európai Unióba. És ugye ha már itt vannak, tiltakoznak, ugye tüntetések vannak, és ugye nagyon fenyeget az a veszély, hogy az összes radikális iszlám szervezet összefonódik. Ugye van bőven al jemeni alkaida, pakisztáni alkaida, Kaukázusi Emirátus, ugye ők a Csecsen maradványok, vagy ugye Alkaide az iszlám magrebben, vagy a Boko Haram, annak gyönyörű neve van a tudásbűn. Tehát a Boko Haram az azt jelenti, hogy a tudásbűn. Ugye általában az iskolákat támadják meg. Főleg a keresztény iskolákat. Mert hát milyen dolog, hogy a gyerekek iskolába járnak. Bőven elég, ha el tudják olvasni a korát. Ugye nem csak ők fonódnak viszont össze, hanem ugye a másik oldal is, Ugye a hatalmas nemzetközi koalíció jött össze, hogy Magyarországnak is van 150 katonája Kurdisztánban, Erbilben. De nagyon takarékosan bánunk a katon erővel, ugye vissza az iraki, meg az afganisztáni tapasztalat, hogy bombázgatunk a levegőből. Meg bemennek a kommandósok, azok úgy lelövöldöznek néhány embert, drónokkal jó messziről, de napi szinten ilyen 25-50 bevetést hajtanak végre a nyugati gépek. Na most összehasonlításképpen 91-ben, amikor az USA megtámadta Irakot, naponta 2500 bevetést hajtottak végre. Ez a 2000 bevetés, az mondjuk 4 hónap alatt tűlik össze ezzel a tempóval. Ugye igyekeznek precíziós fegyvereket használni, sőt most már pilótát sem küldjük veszélybe, hogy ott vannak a távirányítású drónok, több ezer kilométerről lehet őket irányítani, és ugye ezeket is ilyen nagy pontosságú fegyverrendszerekkel szerelik fel. Csak nagyon nehéz ám eldönteni, hogy kit támadunk. Mert hát ezek a fiúk pont ugyanúgy néznek ki. Nehéz elkülöníteni most ki a lázadó, ki a kormány katona. Tehát körülbelül a normális lázadó, meg a kevésbé mérsékelt lázadó az egyik kisebb késsel vágja le az ember fejét. Tehát félőrült, meg nagyon mind mindegyik. Tehát nem igazán vannak vállalható figurák ebben a társaságban, és körülbelül ugyanúgy néznek ki. Valamilyen terepszínű ruha, vagy még az se, Ugye az amerikaiak is igyekeznek kisebb csoportokat leválasztani, itt magukból az iszlám államból is leszakítani és kilóra megvenni őket. Ugye a Kanada ki is lépett ebből az egészből, ugye a mostani választási győzelem miatt, ugye a bombán azon egyébként, hogy sajnálom, ez a kanadaiak tényleg ilyen nagyon udvarias társaság. És ugye ez egy olyan puskaporos térség, ahol minden össze van kötve mindenne. Ugye a Törökországban is érdekes helyzetben van a kormány. Ugye Erdohánék nagyon elindultak egy iszlám vonalon, ami a török tradíciók alapján, hogy a törökök az Atatürk vonal volt a meghatározó nyugati értékrend. Ugye Erdohánik visszahozták a fejkendőt, visszahozták az iszlámot, és ugye egyre inkább eltávolodtak a tradicionális Mustafa Kemal értékektől. De ugye ezzel az a baj, hogy a hadsereg meg ennek a letéteményese. Tehát Erdohán a saját katonáiban sem bízik, három-négy évente 5-20 tábornokat le kell tartóztatni, hogy nagyjából fenntartsa a rendet. Kicsit beletekerek meg, és, és itt körülbelül lehet látni, hogy napi 20-25 a bevetési plafon. És ugye ezek koncentráltan általában oda mennek, ahol harcok vannak. Ugye mindenféle rázadó csoport mellett vannak ilyen amerikai összekötő tisztek, akik lézerrel és más technikával megvilágítják a célokat. Ugye ez az erőszak átterjedt országba is, ugye több bombamerényletet hajtott végre az iszlám állam. Általában mindig kurdok haltak meg, és a törökök bosszúból mindig a kurdokat bombázták, soha nem az iszlám államot. Félig meddig megbízható forrásokból érkező információk alapján egyáltalán nem biztos, hogy nem maga az ankarai kormány robbantott. Ugye a választások előtt, ha nincs ez a merénylet, akkor valószínűleg nem is nyeri meg Erdogan a választást. Tehát azt jól ki volt számítva, és vérővétlenségű egy csomó ellenzéki politikus meghalt. Pont olyan körzetekből, ahol valószínűleg nyerték volna a választást. Így viszont azokban a körzetekben nem volt ellenzéki előtt. Tehát a simán meg lehetett nyerni ezt követően. Hát vannak ilyen véletlenek a politikában. Ugye a harcok zajlanak tovább, ugye amikor egyedülálló célpontok vannak, parancsnoki épületek, olajfinomítók, ugye azokat mindenki tartálykocsik, azokat mindenki támadja, azokat meg lehet semmisíteni. De az iszlám állam jó terrorista, pontosan tudja, hogy lőszerraktárat, kiképzőbázis, laktanyát, csak a mecset, a piac meg az iskola között szabad elhelyezni, mert akkor van sok ártatlan áldozat. Ugye a nyugati értékrend az nem fél hogy megöltünk négy terroristát, meg megöltünk 200 iskolást. Mert ugye pont alá az iskola mellé tették a parancsnoki központot. Inkább nem bombázunk. Ugye annyi változás történt, amikor Moszkva belépett a képbe, hogy az oroszokat ez nem izgatja. Tehát ugye Putyinék, akkor inkább, Putyinék szemreben nélkül bombázák azt is. Úgyhogy itt lehet látni egy-két képet. És ugye ez egy iszlám állam kis platós teherautó nehéz géppuskával. Ez meg egy kurd. Nagyon nehéz megmondani melyik-melyik. Én is csak a kép tudná, tudtam meg. Ugye ezt a területet ellenőrizte az iszlám állam. Ugye ezt a területet bombázták az amerikaiak. Ugye az iraki hadsereg, a kurdok, ugye amerikai légi lassan nyomulnak előre. Egy iraki hadsereg kapcsán olyan érdekes szövetség köttetett, hogy Irán meg az Egyesült Államok 79 óta ős ellenségek. 2014 óta az iraki hadseregnek az zászlóit, ugye az iraki kormányhadsereg síta, amerikai meg iráni tisztek közösen vezetik. Az első egy-két hónapban voltak súrlódások, de azóta tök jó megvannak, meg közös az ellenség. Ugye ezt kevesen gondolták volna, hogy Amerika meg iráni tisztek koalícióba háborúznak valaki ellen. Hiszen 79-től gyakorlatilag a mai napig az amerikaiak azt szokták mondani, hogy a gonosz tengelyének a központja az Irán. Ugye az iráni iszlám köztársa, Iráni iszlám köztársaság. Ugye a térség tele van aknákkal, tele van fel nem robbant eszközökkel. amikor ben voltunk, ugye a magyar honvédséget is ugye, úttest mellett elhelyezett improvizált robbanó eszköz formában érte vesztesség, ugye egy szakaszvezetőnk halt meg szállítási feladat közben, és ugye az afganisztáni négy hősi halottunkból egy rajtaütésben sebesült meg, is itt halt, meg a másik akkor halt meg. A kettő másik viszont tűzszerész volt, aki ilyen improvizált öltetet próbált szétszedni. A szét szette csak mellette volt egy nagyobb, amit távirányítással robbantottak. Az iszlám állam igazi veszély az, hogy kilép az asszimetriából, alakulatai vannak, borzasztó mozgékony, rengeteg terepjáró zsákmányoltak, harckocsikat. Az amerikaiaktól rengeteg technikai eszközt, ugye rendőrségi fordokat, Elképesztő mennyiségű hanvit, több mint tízezret, ugye ezeket az iraki hadseregnek adták, csak az iraki hadsereg szana szétfutott bizonyos összecsapások idején. Mindenféle nyugati teherautókat, amerikai tüzérségi eszközöket, önjáró tarackokat, ugye ilyen vozzikai, még a magyar honvédségnek is voltak, sőt, skadrakétáik is vannak, hál' Istennek azért az nehéz kezelni mert a skadrakét az folyékony salétromsavval oxidálja a kerozint. Na most a salétromsavot, 100 savot, 100%-a azt nem vödörrel merem bele a rakétába. És van az a pénz, ami a rakéta mérnök esetleg elmegy és üzembe helyez nekik egyet. Tehát meg tudják fizetni, ha arról van szó. Ugye van egy nagyon csúnya rész ennek a dolognak, ez a civilizációs harc. Tehát mindent megsemmisít az iszlám állam, ami nem iszlám. Tehát az asszír oroszlánoktól kezdve a perzsa templomokon át a síta mecsetekig, a keresztény templomokig, ugye a Damaszkusz egyik legnagyobb keresztény templomát elfoglalták, és amire a szír hadsereg visszafoglalta, gyakorlatilag mindent leromboltak az épületről. Ugye a múzeumok nagyobb régiségét, amit nem lehet eladni a fekete piacon, ugye itt éppen egy asszír oroszlán szednek szét, flexel főleg az arcát. És ugye ez megint nem új jelenség, gondoljunk bele, hogy a világ legnagyobb Butha szobra itt Bamiyanban, azt meg ugye Afganisztában robbantották fel a tálibok. Tehát felrobbantani nem sikerült harckocsikkal lőtték szét, ugye itt a legcsúnyább történet, hogy a palműra a világ egyik csodája volt, mert hogy mindent felrobbantottak, miután elfoglalták, és ami megmaradt, az kőtörő kalapáccsal törték pozdorjával, hogy nehogy még egyszer fel és ennek ellenére az iszlámvilág zabálja őket. És ez megint az amerikaiak hibája, mert az amerikai külpolitika agresszív beavatkozása az iszlám váltotta ki az iszlám világ egy bizonyos részéből ezt a radikális reakciót. Ugye ez egyik kedvenc ábrám, ha te nem mész el a demokrácia, az a demokrácia elmegy, érted? Ugye az amerikaiak rendelkeznek azokkal a képességekkel, ugye a 90 ezer tonna diplomáciával, meg a 70 tonnás szabadsággal, amivel a világ bármely államát, kivéve tán az oroszokat, meg a kínaiakat katonai le tudják győzni. Viszont ez az egész iszlám világ, ugye kívülről jöttek keresztesek, ellenakciót vált ki. Ugye itt éppen az álsabab harcosai Szomáliában esküsznek hűséget az iszlám államnak. Ez iszlám állampárti tüntetés Szudánban. Iszlám állam menetoszlop, Líbiában. A kép érdekessége, ezek ugye Nissan patrolok, -ok, hogy a Nissan gyárból iszlám állam felirattal rendelte meg a nagy ker, az japánok boldogan leszállították a 200 darabot, mit értették ők, hogy mi az ott rajta, azt amikor kiderült, óriási botrány lett belőle. De ugye Indonéziában is megjelenik, Európában is, nem akarunk demokráciát, csak iszlámot akarunk, akkor tessék hazamenni. Tehát nálunk demokrácia van. Tehát ez Londonban volt ez a tüntetés, ott összeszedtem volna mindenkit, és akkor repülőgéppel vissza Szíriába. Tehát ha nem akartok demokráciát, akkor ne tessék ide jönni. A legnagyobb probléma egyébként ez az, hogy egy generációnak tűnik el a gyerekkora. Tehát a legmegrázóbb képek ezek. Pisztolylövést tanulnak a négy évesek, meg kézigránát dobást, megint ugye szép kisfiú, szőkehaj, kék szem, ki mondja meg, hogy nem európai. Rádom a robbanó mellényt, ugye az iszlám állam egyik taktikája, meg az alkaidája, az intelligens bomba, gyerekre robbanó mellény. Csórikának nem is mondják meg, mi lesz. Menj oda a katonabácsihoz, bácsihoz, kér tőle rágót. Biztos van amerikai katonánál. Oda ment, négy-öt katona körbevette, mobilról robbantották. 2010-től kezdve az amerikai katonák 5 méternél közelebb gyereket nem engedtek, sorozatot lőttek a lába elé mert rengeteg amerikai áldozat volt ebből. Tehát az iszlám állam erre használja a gyerekeket nagyon gyakran. Gondoljunk bele, amikor lezártuk a röszkei határt, két gyereket átdobtak a borotvásdót fölött. Ki az, aki megcsinálja ezt a saját gyerekével? Kitépte az anyja kezéből, száthajította a kerítésen. Tehát egészen más a gyerek értéke ezekben a társadalmakban, mint nálunk. Ugye az azért, hogy a nyugat és az izrael hibája az egész, nem állja meg teljesen a helyét, Izrael nem jött ki jól belőle. Az egész biztonsági környezete felborult, ugye a palasztinok is radikalizálódtak, mert fel kell kelteni a figyelmet. Az iszlám állam elszívta az összes szimpátiát, meg a média figyelmet, mit találtak ki késes támadások. Tehát Izraelben sokkal rosszabb lett. Hozzá kell tenni, Izraelnek annyira nem baj, hogy Szíriában polgárháború van. Ölik egymást az arabok, de kár. Tehát el tudom képzelni, hogy ez, az izraeliek ezzel rágják magukat, ugyanakkor nem jött ki jól Izrael belőle. Az amerikaiak esetén más a helyzet, nem győzöm elégszer hangsúlyozni, ami van, azt nagyrészt ugye a Bush kormányzat politikájának köszönhetjük. A demokrácia export nem működött. Az sem, hogy mindig levágjuk a fát, de a gyökereivel nem tudunk mit kezdeni. Tehát csak azt semmisítették meg az amerikai, amit látszott, ugye a magukat a radikális elszméket helyben kéne kezelni, az nem megy, és nem is igazán nehéz. És mindenki azt mondta, hogy hát ha az amerikaiaknak nem megy, ugye túl sok problémával kell szegény obamával foglalkozni, akkor majd az oroszok. Tehát akkor majd Putyin megmutatja Obamának, hogy hogy kell ezt csinálni, Ugye Ukrajnában már megmutatta, hogy a demokrácia szell, ez egy orosz karikatúra, a demokrácia szelleme bekopogtatott mindenhová, Ukrajnában nem engedte be az orosz medve, és ugye Putyinnak a médiával sincs gondja. Oroszországban az a média tudja, hogy 8-10 újságíró tarkon kell hozzá lőni névtelenül, de úgy nagyjából Oroszországban a média tudja, hogy mi az ő feladata. Ugye így nézett ki az Assad rezsim helyzete, Ugye az iszlám állam már nagyon szorongatta, amikor Putin úgy dönt, hogy beavatkozik, ugye nagyon jól készítik elő a támadás, hónapokig vonultatják fel az erőket. Ugye a műoldag korában azért az amerikaiak pontosan tudják, hogy uh, mi hova mit vittek az oroszok, körülbelül három tucat harcigép, négy tucat helikopter, meg logisztikai eszköz vonult fel, meg körülbelül két zászló, ami ezt biztosította. És ugye Szeptember 30-án indul a támadás, ugye a katonákkal nehéz bírni, az orosz katonák is facebookolnak. Ez az egyik orosz kommandós Facebook pofúja, azért azt segbe is lugdosnám azt a gyereket, mert van, amelyik bajtását fel lehet ismerni. És ami egyszer fölkerül az internetre, az ott marad. Ugye megindulnak az orosz csapások, megint mindenki bombázza az iszlám államot, csak az oroszok meg nem az iszlám államot bombázták főleg, hanem azt a kisebb ellenzéki csoportjait, ugye ez is logikus, az iszlám állammal a nyugat nem fog leállni tárgyalni. Ha megsemmisítem az összes alternatívát, és marad asszad meg az iszlám állam, akkor a nyugat is asszadot fogja támogatni. Tehát az oroszok nagyon logikusan építik fel ezt a hadjáratot. Ugye 25-ös gépek, az elhíresült Su-24, a legkorszerűbb Su-34-esek is itt debütáltak, ez csak intelligens fegyverrendszereket hordoz, és az oroszokat nem izgatja, hogy civilek is vannak a közelben. Sőt, ugye sajnos a háború az mindig export marketing is. Az összes új technológiát beveti Moszkva. Ugye a Kalib robotrepülőgépeket és a Kaspi tengerről, mert ezt el lehet adni egy csomó országnak. Itt lehet látni, hogy az iszlám állam itt van, a orosz légierő meg inkább a Assad közelébe érvelével csoportokat támadja. És ugye ennek köszönhetően az orosz légi támogatással a kormány hadsereg hatalmas területeket vissza tudott foglalni. Meg az iszlám állam is, mert ugye azok a csoportok, amiket az oroszok szétbombáztak, egyik oldalról asszad foglalta a területeiket, a másik oldalról az iszlám állam. Tehát az orosz beavatkozás még félmillió embert átlökött Törökországba nem kis részben turkománokat, törököket, Ankara egyebek mellett ezért lövi le az orosz gépet. Tehát az orosz beavatkozás, török ország, török országnak Szíria az Ukrajnája. Tehát Moszkva a szírek Ukrajnájába nyugodt bele, hogy nagyon komoly turkomán az török kisebbség él. Ugye a romok a növekedett, a földön csak a szír hadsereg nyomul előre, iszonyatos veszteséggel, mert ugye város városharcot kell vívni a különféle lázadó csoportokkal, és az iszlám állam jelentős teret nyert. Ja, aztán a szeptember 35 ben bocsánat, a párizsi támadás után beszálltak a franciák is, a britek is. Ugye ez egy nagyon jó kép mutatja, hogy ki kivel van. Mindenki mindenkivel van, és mindenki mindenkivel háborúzik a térségben, és ráadásul kihagyták a kordokat. És ugye ebbe a képbe rondít be az orosz medve érkezése is. Ha csak az amerikaiakat nézzük meg, az amerikaiaknak ez a kivel vagyok ki van ellenem hálója, csak erre a konfliktusra bontva. Ha megnézzük országokra meg, nem kormányzati szervezetekre, ez a leegyszerűsített ábra mutatja, hogy ki mit akar itt a térségben. Na most, amíg ezek itt nem értenek egyet, soha a büdös életben jelen állás szerint, addig itt nem lesz béke. Tehát mindenki mást akkor, A piros azt jelenti, hogy háborúzok vele. A szürke az, hogy támogatom. Néha mind a kettő van. Tehát ezért nem lehet itt rendet csinálni. Rendet lehetne, fel lehetne osztani például a Líbiát, Tripolitániára, Fezzamra, meg Kirenaikára. Történek meg, ezek léteztek. Körülbelül ez a három terület most is a náló. Fel lehetne osztani Szíriát, meg Irakot egy alavita országra, egy kurdországra, egy szunita országra, meg egy síta országra. Mi itt a baj? A kurdországba bevonulnának a törökök, mint a vihar. A síta országot megszállná Irán. A szunita országban bemenne Szaudarábia. De ha még véletlenül működne, akkor jön a nagyobbik probléma, hogy nem csak ez a három ország így néz ki, hanem egész Afrika. Meg az egész közel- és közép -kelet. 45 óta a nemzetközi jognak van egy olyan alapszabály, hogy államhatárokat nem változtatunk. Mert ha elkezdjük, és nagy Isten, felrobban Afrika, hogy ott is ugyanez a helyzet. Tehát ahol ilyen négyes határok vannak, nem egyszer egy népet négy felé vágnak. És mondjuk egy 20 milliós nép az összes szomszédos országban kisebbségben elnyomásban él, holott ő a legnagyobb népcsoport épp a térségben. Tehát ha ezt elkezdjük bolygatni, akkor felrobban az egész afrikai kontinens, akkor inkább maradjon a polgárháború ebben a három országban. Ugye itt lehet látni, hogy röviden az iszlám állam jelenlegi helyzetét, kereskedünk, lefejezünk, műkincset rombolunk, Ugye az amerikaiak, ez az igazi probléma. Tehát sikerült a szaudiakkal, az öbölmenti országokkal közösen megdönteni a diktatúrákat. Csak az a baj, hogy jönnek ki belőlük a kisebb radikális csoportok. Tehát egy nagy problémából csináltunk sok kicsit. A nagyot tudtuk kezelni, a kicsikkel nem tudunk mit csinálni. Ugye ez egy szír propaganda, ugye az iszlám állam legnagyobb barátai, a nyugati média, meg az öbölmenti országok ugye egy fejlődés, ugye az emberi fejlődés ugye egyfajta retrográd módja, és ugye Ankara közbeavatkozás az utolsó forduló pont, ugye lelőjük azt a az 24 est Miért? Hát ugye ez az a térség, ugye tudni kell, hogy ezt a térséget a törökök úgy foglalják el 39-ben, ez elvileg Szíria volt. Tehát ez úgy szerzik meg a törökök, hogy az oroszok megszerezték a krímet. Tehát ez egy ilyen foglalt terület. Ugye Körülbelül ennyit repül be az orosz gép, 10 másodperc, max. 15. De ugye a turkománokat bombáztat, az orosz gép törököket öl nem az iszlám államot. Ugye az oroszok szerint egyébként ők nem jártak határ közelében, valószínűleg ben voltak 10 másodpercet hozzáketni az orosz gépek órákig repülnek norvég légtérben, a norvégok eddig meg egy orosz gépet sem lőttek le. A brit légtérbe 15-20 percekre berepülnek, tehát a NATO ugyan kiállt a törökök mellett, de aztán mondták Ankarának, hogy lehet, hogy kicsit túlreagáltad. Nurem biszen. Mert ugye az éppen a párizsi támadások miatt az amerikaiak, az oroszok, meg Európa között kezdett kialakulni egy együttműködés. Nem véletlenül, hogy a törökök ezt épp most bakancsolták szét. Ez volt a cél. Viszont ugye az amerikaiak is reagáltak erre, Ugye az oroszok az egyik pilótát le is lövik a levegőben, ami megint nem jó, ilyet nem élik csinálni, lázadók, a másikat ki tudják menteni. A törökök odavisznek elképesztő hadsereget, de ez a kurter. Nem az iszlám állam szöges drót sincs a török iszlám állam határon. A kurthatáron ott vannak a harckocsik lövetcsővel a kurterületek felé, és nyílt hogy Ankara veszi az iszlám állam olaját, Erdogan családja is nyakik benne van a bizniszben és Ankara finanszírozza is az iszlám államot, és ezt most már az amerikaiak is, tehát most az Egyesült Államok, nem tudom ki figyelte éreket, külügyminisztere egy hete egy nagyon durva nyilatkozatot tett. Tehát a törökök szó szerint alárúgott Erdogánnak, de kegyetlenül, mert ugye az amerikai, az térségből amerikai politikát akasztotta meg ez az akció, amit gyakorlatilag a partizán manőver volt. Ugye ez meg egy orosz álláspont, hogy míg mi a terroristákkal harcolunk, addig a gonosz törökök hátba szúrtak minket. Nagyjából sikerült az időintervallumot is betartani, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet.